A nyíregyházi férfi kosárlabda csapat évek óta finanszírozási gondokkal küzd, a legmagasabb osztályban a legalacsonyabb költségvetéssel rendelkezett a Marsó Nyíregyháza, így törvényszerű, hogy az elmúlt három szezonban kétszer is kiesett a csapat az NB1-ből, mondta Kulcsa Árpád, a többségi tulajdonos nyíregyházi sportcentrum ügyvezetője. A legfontosabb a stabil anyagi háttér megteremtése, az NB1-B-ben pedig egy olyan együttes kell elindítani, amelyik vonzó a szponzorok számára. Abban a versenyben, ahol a magyar első osztályban a játékosok döntő többsége idegen légiós, ott a versenysportban semmi más nem dönt, csak hogy milyen támogatók vannak a csapat mögött. Egy olyan csapat sem lehet eredményes a magyar A-csoportos bajnokságban, amelyiknek a támogatója szinte kizárólag az önkormányzat. Vannak még támogatók, de olyan mértékű támogatók nincsenek a nyíregyházi kosárlabda sport mögött, akikkel egy stabil NB1-ás csapatot lehet csinálni. Azt gondolom, most el kell indulni egy úton. Támogathatóvá kell tenni ezt a csapatot az eredményeivel, a hozzáállásával, a nyíregyházi voltával. A szakmai munka első számú felelőse a jövőben is Sitko Ernő lesz, aki szeretné megtartani a saját nevelésű nyíregyházához kötődő kosarasokat. A napokban mindenképpen beszélni fogok először azokkal a játékosokkal, akik itt voltak eddig is Nyíregyházán, és szeretném megtudni, hogy milyen terveik vannak a továbbiakban. Tegnap már váltottam velük néhány szót, pozitívak voltak, ez nem jelenti azt, hogy mindenképpen itt maradnának, abban viszont mindenképpen egyetértettek, hogy szeretnének tenni ezért, meglátjuk, hogy milyen mértékben ki mit tud vállalni. A klub három éves programot dolgoz ki, de ez nem azt jelenti, hogy a harmadik év végére kell visszakerülnie a csapatnak az NB1-be. Amennyiben sikerül megteremteni a stabil hátteret, a kék cápák akár már a következő szezonban megcélozhatják a feljutást.